¿Qué significa para un escritor exiliado húngaro ser editado por una editorial fundada por cubanos exiliados? Hát nagyon érdekes ez a szituáció, és szinte hihetetlen, hogy amit én a 80-as évekről írtam, az én gyerekkoromról, azok most itt 2013-ban Miami-ban megszólalnak. Tehát én nem gondoltam arra, amikor ezeket a történeteket írtam, hogy valahol a világ másik felében rezonálni kezd, és valakik ezt a történetet megértik. Tehát hihetetlen számomra ez a különbség, és ez az együtt létezés. Tehát mégis a mi sorsunk a 80-as években, az kísértetesen hasonlít arra a sorsra, ami ma Kubában történik, amit ma élnek ott az emberek. És nagy megtiszteltetés, hogy itt egy kiadó vállalta ezeknek a történeteknek a kiadását. És az különösen, hogy ez egy kubai kiadó, hisz mi ott a világ másik felén nem sokat tudunk arról, hogy itt Floridában mennyi kubai menekült van.